és arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy az ő parancsolatait megtartjuk. János első levele, második fejezet, harmadik versét idézem mai bíztatásul, hogy a Biblia mint egy tükröt állít elénk, és azt mondja, hogy ember vetkezett be ezt a tükröt, és nézd meg ebben a tükörben saját magadat. Arról ismertük meg, hogy arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy az ő parancsolatait megtartjuk. Mert arra lehet hivatkozni, hogy én ismerem Jézust. Arra is lehet hivatkozni, hogy tudom egy-két kijelentését tanítását. De ez még nagyon messze van attól, hogy Krisztus minden tanítása iránt érdeklődünk. -e? Hogy magunkba fogadjuk-e az élet különböző helyzeteiben, hogy utána járunk-e, hogy amikor kudarcot vallottunk, akkor vajon egy újabb hasonló élethelyzetben majd hogyan ne valljunk kudarcot az ő segítségével, vagyis hogy hogyan éljen bennünk Jézus, és a bennünk élő Jézus nem fog hibázni. A bennünk élő Jézus késztet majd bennünket arra, hogy mi is úgy gondolkodjunk, és úgy lássunk, ahogy ő lát, és akkor nem vallunk kudarcot megy egy újabb élethelyzetben, ami előadódik, nem vallunk kudarcot egy újabb emberrel, való kapcsolatunkban, ami majd a jövőben elébünk áll. Szóval az Isten tükröt tart elénk, és nézzük meg magunkat ebben a tükörbe, hogy megismertük Jézust, befogadtuk Jézust, hatalmat adott nekünk ahhoz, hogy Isten fiaivá legyünk, és azt cselekedjük, amit ő kívánt cselekedni bennünk és általunk. Hát, ha mi valóban megismertük és befogadtuk Jézust, akkor mindent az ő parancsolatai nyomán cselekszünk. Mert Jézus a búcsú beszédeiben is ezt mondta, hogy ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok és ezek a búcsú beszédek, hogy Jézus elhagyta az utolsó vacsora termét, és ment ki a gecsemáné kertbe, tulajdonképpen Jézus végrendeletének tekintetők, minden szabuk, minden kijelentésük számunkra aranyat ér, ha engem szerettek, az én parancslataimat megtartsátok. Vagyis nincs olyan élet, ami a törvénytelenséggel hivalkodhatné Krisztus nevében. Hamis az a kereszténység, amely azt hirdeti, hogy a hit félreteszi a törvényt. Hamis az a vallás, ami nem vett számot a római levél harmadik fejezetével, hogy a törvényt hiába valóvá tesszük a hit által, távol legyen, sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Mert a törvény, amely leleplezi a bennünk levő bűnt, de nem csak leleplezés, nem csak a kétségbeesésbe akar hajszolni, hanem egy igazi kétségbeesésbe, hogy menjünk a megoldás felé, hogy keressük a megoldást mert akkor elérkezünk Jézus Krisztushoz, aki az út, az igazság és az élet, és amikor megtaláljuk Jézust, megtaláljuk a kegyelmet, akkor ez a kegyelem erőt ad nekünk, hogy éppen, hogy visszatérjünk az Isten parancslataihoz. Hát abból estünk ki, hát az Isten törvényeiből estünk ki, azért élünk ilyen törvénytelen életet. A törvény nem azért vezet bennünket Krisztushoz, hogy Krisztus aztán számunkra eltörője a törvényt, hanem hogy a törvényt a szívünkbe és a lelkünkbe írja, ami az Új Szövetség lényege Jeremiás könyve 31. fejezetétől fogva, amit megerősít Pálapostól a zsidókhoz írt levélben, hogy a törvény most már nem egy kőtáblákon előttünk álló parancsolatrendszer, hanem Isten szent lelke a kőtáblákról a szív hústábláira írja a törvényt. Megegyezünk a törvényel, hogy jó, és erőt kérünk a megváltónktól, hogy a törvényt be tudjuk tölteni. A mai alkalommal szeretném elmondani, hogy az elmúlt hónap során a Krisztus törvényében való életről gondolkoztunk. De ennek párhuzamos kifejezése, megfogalmazása a Bibliában az, hogy ne a természetünk szerint éljünk, hanem a felismert, a hitben felismert Krisztus igazságok szerint éljünk. Vagy ennek párhuzamos kijelentése az, hogy ne a, a természetünk, a testünk szerint járjunk, hanem a lélek szerint. A következő hónapban erről szeretnék majd beszélni, hogy a Szent Élek hogyan segít bennünket abban, hogy a Krisztus törvényében élhessünk. Mert ez isteni segítség kell, Krisztus befogadásához isteni segítség kell, hogy maradandó legyen bennünk az isteni jelenlét, ehhez, isteni, is, ehhez is isteni segítség kell. Igen, a Szentélek csodálatos munkájáról szeretnék beszélni, annál is inkább, mert oly sokat beszélek a Szentélekről, de oly fölszítnesen, oly emberileg, oly vásári módon, vagy hivalkodva, vagy nem is tudom, milyen kifejezéseket találjak arra a Szentélekre, akiről azt olvassuk már királyok első könyve 19. fejezetében, hogy ő csendes és szelít hang annyira tiszteli az emberi szabadságunkat, hogy megfoghatatlan, mint a levegőnek a járása. Krisztus törvényében sem maradhatunk egy percig se, ha a Szentélek ebben nem segítene bennünket. Én kívánom, hogy a mai napon is tapasztalat legyen az életünkben.